Az MSZP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszterének. Milyen tapasztalatai vannak a digitális munkarendnek a magyar közoktatásban címmel? Tisztelt alelnök úr, tájékoztatom önt, hogy miniszter úr távolléte miatt válaszadásra Rétvári Bence államtitkát jogosította fel. Így tisztelettel kérdezem, önt elfogadja a válaszadó személyét. Nagyon szépen köszönöm. Alelnök úr jelző, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Hiller István alelnök urat illeti a szó. Parancsoljon, alelnök úr. Tisztelt elnök úr, képviselőasszonyok és képviselő urak, tisztelt államtitkár úr, a koronavírus járvány tavasszal digitális munkarendek kényszerítette a magyar oktatást, pedagógusainkat, gyermekeinket, diákjainkat. Senki által nem akart helyzet ez. Mégis ez a kényszer szülte helyzet egyfajta lehetőség is. Lehetőség arra, hogy áttekintsük, működik-e és hogyan működik Magyarországon a digitális oktatás. Az a nagy nehezen meghozott döntés márciusban, hogy az iskolákat bezárják. Na ezután a döntés óta azóta hetek, hónapok teltek el, aztán jött a nyári szünet már, hogy a diákságnak, majd megkezdődött az új fél év, az új tanév. Azt szeretném kérdezni, államtitkár úr, hogy összegezték-e legalább már a tavaszi, az elmúlt tanév második fél évének ilyen jellegű tapasztalatait. Elvégezték-e azt a munkát, amely által világos képünk van arról, hogy hogyan működik Magyarországon a digitális oktatás. Egészen konkrétan azt kívánom tudni, hogy hányan, a diákok hány százaléka nem vett részt, nem tudott részt venni a digitális oktatásba, és hogyha megmondja ezt a számot, azt is megkérdezem, hogy miért. Azt akarom tudni, hogy a részt vettek közül hányan hullottak ki a digitális oktatásból annak egész folyamánya alapján. Azt is tudni szeretném, hogy a központosított oktatásügy az ön megjegyzése, megítélése, az önök véleménye szerint mennyire látta el a feladatát, mennyire szolgálta ki a tanárokat, mennyire segítette a diákokat ez alatt az időszak alatt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, alelnök úr! A válaszra Rétvári Bence államtitkár úrnak adok szót, parancsoljon, államtitkár. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt alelnök úr, tisztelt ház! Európa minden országában teljesen új helyzet volt az, amikor át kellett térni a digitális oktatásra. A kiinduló helyzetünk nem volt rossz, hogyha összevetjük a többi európai országgal, hiszen az OECD felmérését nézem, hogy a magyar tanulók hány százalékának van meg otthon a kellő számú számítógépe és internet hozzáférése ahhoz, hogy otthonra is tudjon tanulni, akkor olyan országokkal vagyunk egy szinten, mint Dánia, Norvégia, Svédország, Hollandia, Svájc, Ausztria, vagy Finnország, vagy Németország, vagy Anglia, és olyan országokat előzünk meg, mint Franciaország, Spanyolország, vagy Olaszország. És ha másik oldalt nézem a tanárokat, ott is a tanároknak a több mint 65%-a már 2018-ban úgy érezte, hogy felkészült arra, hogy ezeket az informatikai eszközöket alkalmazza, ami nagyobb százalék. Annak érdekében, hogy azok számára, akik lemaradtak ebben az időszakban, segítséget tudjunk nyújtani, miután lejárt az az időszak, amikor digitális munkarend volt az iskolákban, utána nyílt meg a lehetőség arra, hogy közvetlen találkozások révén, nyilván az iskolai igazgatókkal koordinálva a tanárok segítsenek azoknak a diákoknak, akik lemaradtak. Ugyanakkor további lépéseket is tett a kormány, azt kérdezte, hogy feltérképezte a kormány, hogy mik a tapasztalatai. Nem csak, hogy feltérképezte, hanem fejlesztéseket hajtott végre ennek nyomán. Így a Nemzeti Köznevelési Portált kibővítettük digitális tartalmakkal. Elkészült a Kréta rendszernek egy teljesen új része, a DKT, a digitális kollaborációs tér, hogy már ezen keresztül is tudjanak egy tanórát tartani a tanárok a diákoknak, tehát igyekeztünk a nyár folyamán mindenfajta informatika fejlesztést is létrehozni, ami szükséges ahhoz, hogy ha jön egy második hullám, akkor ezt igénybe lehessen venni, és jött is a második hullám, és igénybe is kell venni. Így a Suinet portálnak november 11-től az átlagos napi több mint 50 ezer felhasználójával, a tankönyvkatalógus 30%-os növekedésével,
nemzeti köznevelési portálnak is az érzékelhető látogatottság emelkedésével látjuk is, hogy ezeket az új fejlesztett felületeket nagyobb mértékben használják is a tanárok most a második hullám idején. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszontválasz a Hiller István alelnök úré a szó. Parancsoljon, alelnök úr. Tisztelt államtitkár úr, a szakma meg nem erről beszél. A szakma sokkal konkrétabban beszél, mint ahogy ön nekem válaszolt. Ezért most a szakma nevében mondom el azokat az adatokat, amelyeket őszintén remélem, hogy ön is elismer. A szakma azt mondja, hogy a diákok 20-25%-a nem vett részt a digitális oktatásba. Azért nem vett részt, mert ezek döntő többsége olyan szegény családból származó gyermek, akiknek nincsen számítógépe, akiknek nincsen megfelelő minőségű internete. Azt mondja a szakma államtitkár úr, hogy 10% azon diákok száma, akiknek megvan a hozzáférési lehetőségük, de kihullottak a digitális munkarendből, amelynek szakmai irányítói válaszát vártam volna öntől. És azt mondja a szakma, hogy a központosított rendszer nem adott segítséget, nem adott megfelelő módszertani, és nem adott megfelelő háttérinformációs segítséget. Ezért azt kell mondjam, hogy jobban nézzék át, mert nem azt mondja, amit őszintén remélem, hogy tud, a digitális munkarend sajnos messze nem teljesíti mindazt, amennyi pénz a korábbiakban rendelkezésre áll. Nem jól bántak a pénzen. Köszönöm szépen, alelnök úr, egy perces viszontválasz illeti meg államtitkár urat is, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Abban szerintem mindjárt egyetértünk, és arra is törekszik a kormány most is, hogy fontos, hogy az iskolák működését, ameddig a járványhelyzet engedi, legalább részben fenntartsuk. Ezért van most az alsóbb évfolyamokon tanítás, mert nem lehet soha egyenértékű egy tantermi közös tanóra és több hétnyi digitális oktatás. Ezért törekszünk arra, hogy ez meglegyen. Az ellenzék nem mindig támogat minket ebben, bár most több szakmai érveket hozott fel amellett, hogy miért kellene mégis ezért tennünk. Ezért indítottuk el a célzott tesztelését is a pedagógusoknak, és még folytathatnám, hogy már augusztustól kezdve mennyi előrást hoztunk a testhőmérsékletméréstől, és még folytathatnám. Mert ez a legjobb a szülőknek is, és a diákoknak is. Azt visszaütöttem, hogy nehezebb lenne központi szervezéssel, központi fenntartással megoldani ezeket a problémákat. Éppen, hogy könnyebb volt az oktatás irányítás egy ilyen rendkívüli helyzetben akkor, és ez minden más esetben is így van, nem csak az oktatás területén, amikor nem 3200 fenntartó van, 3200 féle döntéssel, hanem egy állami fenntartó van, és azt tudja sokkal inkább segíteni az iskoláknak a működését. Gondolj el, hogy 3200 önkormányzat lett volna bízva, hogy szerezzék be akár az iskolai belépéshez, a testhőmérséklet méréshez a megfelelő hőmérőket. Nem biztos, hogy ilyen gördülékenyen sikerült volna pár hét alatt megoldani. Ami az internet kapcsolatot és a számítógép ellátottságot illeti, ön is tudja, a kormány döntést hozott, hogy ingyenesen biztosítja mindenki számára az internetet, tehát nem lehet anyagi korlát, mert a kormány mindenki számára ingyenessé tette a tanulást az internetet. Ez nyilván pontosan a nehezebb sorsokat segíti, és arra is ön is tudja, hogy 100 000-es nagyságrendben állnak rendelkezésre a számítógépek, hogy azokat otthon a diákok vagy a pedagógusok tudják használni. Köszönöm, elnök úr, türelmét.